Köszöntöm a 60 televízió nézőit a kommentár mai adásában. Végre egy kicsit olyan dolgokról beszélgetünk, ami eloszlatja a felhőket a fejünk felől már, ami a kulturális életet illeti. Ez pedig a Nemzetközi Diplomáciai és Protokoll kiállítás, amely 60-ba van. Budapestről érkezett, és remélhetőleg itt a 60-i Lajos Múzeumban is megnyitja majd a kapuit. E tekintetben köszöntöm vendégeimet, Hossó Nikolettát. Tisztelettel köszöntelek, és a nézőket is. És köszöntöm tisztelettel Kökény Ferencet, a múzeum igazgatóját. Mindenkit köszöntök szeretettel. Ugye jó baráti viszonyra való tekintettel tegező formában folytatjuk a beszélgetést, amit ezúton is köszönök, és hát akkor tegyük ezt a történetet tisztába, már csak azért is, mert ez másodszor van, vagyis a második állomása lesz 60. A 2020-as év egy kicsit mostohára sikeredett. Ez a protokoll kiállítás megnyitotta a kapuit a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, aztán egy kicsit megnyitott, aztán utána bezárták, egy kicsit megnyitott, utána teljesen bezárták, bár megoldották az online látogatási formát, és elérkezett a 2021, amikor meg 60 átvette a szerepet, és átjött ide ez a kiállítás ilyen jelleggel is. Beszéljünk arról, hogy mi volt a célja ennek, hogy egyáltalán létrejött egy ilyen, talán Európában sem volt soha ilyen jellegű kiállítás, mi volt az alapötlet, amikor ez létrejött, és mi az, amit tudni lehet róla, és miért a második állomás 60, Nikolett? Sőt, nem, hogy Európában, még a világon nem volt ilyen kiállítás, és tulajdonképpen ez adta az alapötletet. Szeretük volna bemutatni mind a diplomácia és mind a protokoll világában tevékenykedő szakemberek és kinevezett diplomatáknak a munkáját, betekintést engedni a kulisszákba, és megmutatni mindazt azt a kincstárat, vagy azokat a kincseket, amelyekkel mi nap mint nap találkozunk. Szerettük volna érzékeltetni, hogy a protokoll világa mennyire komplex és mennyire összetett, és protokoll szakembernek lenni mennyire bonyolult és kihívás jelentő, sok esetben kihívás jelentő hivatás is egyben, és azt gondoltuk, hogy ezt tárgyakkal, tárgyasult formában tudjuk plasztikussá tenni, és érzékeltetni mindazok számára, akik esetleg nem a nemzetközi kapcsolatok, vagy nem a diplomácia területén tevékenykednek, esetleg ezen a területen szeretnének elhelyezkedni, ilyen irányú tanulmányukat folytatnak, és egyébként a nyilvánosság számára, akik még mindig egy misztikusságot, egy valamilyen titkot vélnek még érezni és felfedezni, hogy mi történik akkor, amikor két államfő találkozik, amikor egy diplomata megérkezik az országba és átadja a megbízó levelét, hogyan kell elképzelni egy nagyköveti fogadást, milyen ajándékokat váltanak, cserélnek az államok és a különböző szervek, szervezetek vezetői, és olyan szép, gazdag gyűjtemény állt össze, amely valóban egy kiállításért kiáltott. Tulajdonképpen az alapgondolat az volt, azon túl, hogy még ilyen kiállítást nem találtunk nemzetközi szinten, hogy nem csak én voltam egyedül otthon azzal a problémával, hogy ott van az a sok kincs. Néha csak egy-egy alkalommal tudom felhasználni őket oktatás során is, bemutatni ezeket a tárgyakat a hallgatóknak, és lehet, hogy a kollégák a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetében hasonló kérdésekkel ülnek otthon, és azt a sok tárgyat, amelyet évtizedek óta felgyülemlett és összegyűjtöttek, azokat rendszerezhetnénk, és akár meg tudnánk mutatni a közönségnek, hogy igen, a protokollnak különböző szakterületei vannak, és ott milyen tárgyakkal, akár dísz, vagy akár használati tárgyakkal tudnak találkozni azok a kollégák, akik ezen a területen dolgoznak, vagy tevékenykednek. Az első állomás, ahogy mondtad, valóban Budapesten, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban volt, amely a kultúra napján január 22-én nyitott meg. Igen, nyitva volt pár hónapig, és sajnos a márciusi lezárás alkalmával egy hosszabb szünettel kellett nekünk is számolnunk, de nyáron megint csak újra nyitottunk, és egészen október végéig azért sikeresen, azt gondolom, működött, és egy olyan látogatói létszámot tudtunk produkálni még így is a pandémia ellenére, ami azt gondolom, hogy mindenki büszkeséggel tudott eltölteni, és jó érzés az, hogy erre van igény mind a média, mind a nyilvánosság részéről, és egy vándorkiállítás formájában tudjuk majd továbbvinni országos szinten, és így kerül ide 60-ba, hiszen a várossal a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület 2018 évben egy együttműködési megállapodást kötött, és ennek alapján, vagy ennek a felhatalmazással gondoltuk azt, hogy itt a múzeum jó helyebben egy szép új otthonra tudna találni. Ez most meg is történt, ugye Ferinek is, meg a munkatársaknak is sok
munkája volt azzal, hogy a papírokat és az egyéb dolgokat, engedélyeket, biztosításokat és az ideszállítást megtegyék. Itt is vannak a tárgyak, itt az igazgató úr pedig el tudja mondani, hogy körülbelül milyen elképzeléseket gyártott le a múzeum, hiszen rövidesen odaérünk, hogy elkezdődik az építkezése, vagyis a kiállítási tárgyak elhelyezése. Igazgató úr, milyen információkkal tud szolgálni a nézőknek? Igen, hát, hogy hallottuk, ez a kiállítás önmagában is ez exkluzív témát kínál, ami sokak számára sokak talán fogalmazható, hogy is egy misztikus körben vesző, hiszen diplomácia, protokoll, és van, aki felmerül, hogy a diplomata, akkor kém is, mert arra is megvan a válasz, ha valaki megkérdezi, de azt most inkább nem mondom, hogy mi az, hogy amit nem szabad tudni, és mi lesz vele akkor. De egyébként a viccet félretéve, tehát 60-ban ilyen kiállítás nem volt, országosan sem volt, kivéve az első, illetve a világon első ilyen jellegű kiállítás van, és mondhatom azt, hogy a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum mellett mi is akkori úttörők vagyunk ebben a témában, és örülünk, hogy ide jött. A tavalyi Munkácsi nagy sikerű kiállítás, amire mondhatnám azt, hogy a két hullám között nem mélyben voltunk, hanem csúcson voltunk, tehát elképesztő nézőszámot, vagy látogatószámot produkáltunk, ugye ismeretén annak, hogy azért a járvány felhői ott voltak a fejünk felett. A protokoll kiállítás más téma, más terület, mégis érdekes, és az a jó egy kiállításban, hogyha vannak hozadékai. Nem csak egy egyszeri élmény, ami sokszor egy-egy rendezvényen jól érezzük magunkat, és eltelik 3 hét, és már hát tudjuk, hogy jó volt, de ugye elmegy, hanem tartalmilag, mondanivalóilag, látványilag is, tudás szempontból is ad egy olyan áttekintés a területről, egy korán igazából nem ismert érdekes területről, ez egy hosszú távú dolog. És a 60-i lakosságon kívül nagy szeretettel várjuk budapestieket is, akik mondjuk elmulasztották megnézni az előző kiállítást, illetve hiszen nem vagyunk messze Budapesttől, a környékbeli nagyobb városok, kisebb falvak, lakosait, pedagógusait, mindenkit, akit megmozgat ez a téma, hiszen könyvek tucatai szólnak diplomatákról, kémekről, ha már említettem, és különféle olyan dolgokról, amire sokszor csak vágyódunk, vagy látjuk a tévében, és ha már protokollról van szó, a kettő elválaszthatatlan, én nem vagyok szakembere, de nyilván elgondolkodtam azóta, amióta itt a kiállítás egyelőre kicsomagolatlanul, hogy mennyi mindent ki lehet belőle hozni. Tehát az egész életünk egy protokoll. Mindenit találkozunk protokollal, szinte a jó neveléssel magunkba szívjuk a protokollt, akkor tanuljuk, a tudatos tudásként megjelenik, aki pedig ilyen területre megy dolgozni, akkor az szinte gyakorlatilag protokoll szakember lesz, és a gyakorlat is bizonyítja, de említettem a környező településeket, itt van Gyöngyös, Eger, Szolnok, főiskolákkal rendelkezik, és hát nem menjünk annyira messze, ott van Budapest, és még Székesfehérvár is, ahol kifejezetten célzott képzések folynak. Én úgy gondolom, hogy a középiskolásoktól kezdve, ha már oktatásról van szó, főiskolákig, egyetemekig érdemes megkeresni, és majd biztos meg is tesszük a lépéseket, megvan ennek a módszere, a tanszékeket, meghirdetni a kiállítást. A protokoll szövetségnek vannak szakemberei, akik eljönnek, meg van velük beszélve, előadást tartanak. Én azt mondom, mindig egy kiállítás akkor jó, ha egy órát meg lehet tartani róla, legyen a történeti téma, művészettörténeti, néprajzi, régészeti, vagy épp protokoll téma. Protokoll gyűjteményünk nincsen, de most jelenleg lesz egy kis egy darabig, és ez egy hosszú távú dolog, tehát egy órát meg lehet tartani, és ott majdnem kézben nem is, de láthatják a szemükkel azokat én úgy fogalmazok, hogy emlékeket, relikviákat, amelyek ritkaságok, értékek, és nem csak azért értékes, mert aranyból van, hanem azért, mert annak van mondani valója. És mit mond, milyen helyet foglal egy tárgy a protokoll diplomácia életében. Tehát nagyon messzire vezet ez az út, jó értelembe véve, és úgy gondolom, hogy bármeddig is lesz ez a kiállítás, nem tudhatjuk még, mi lesz itt a felhőkkel, a járvány felhőkkel. Igen, hát ez teljesen. Én szeretném ezt össze is itt tartani, hiszen ősszel remélhetőleg nyitnak az iskolák, hogy az első egy-két hétben még nem, a diákok még úgy lazábbak, és akkor el lehet hozni őket, jobban lehet tervezni a látogatásokat,
és nem csak nyáron az átutazók, vagy az itt megállók, illetve hatványú lakosok számára lesz ez lehetőség, hogy elmerüljenek ebben a világban, hanem akkor ősszel a diákok is jöhetnek, középiskolások, főiskolások, egyetemisták, és egy maradandó élményt és tanulást, tudást fog nekik adni a kiállítás. Tehát erre mondtam, hogy messzire nyúlnak ezek a szálak, és ennek folytatása is lehet még. Hát Niki, azt hiszem, akkor meggyőződtél róla, hogy a jó múzeum keményen készül erre a történetre is tudatosan, tudja is, hogy mit csinál, és akkor te rád vár az a szerep, hogy beszéljünk arról, hogy milyen szeletekre osztottuk ezt a tárlatot, hiszen itt azért nem csak kizárólagosan olyan tárgyak lesznek láthatóak, ami a gyűjteményünkben van, hanem olyanok, mint ami II. Erzsébet királyné, olyanok, mint Sziszi császárné, Ferenc József, és hogy kedvet csináljunk, valamit azért áruljunk el. Tehát felosztjuk birodalmakra a protokoll területét, és ezek lesznek itt kiállítva a különböző szekciókban. Beszéljünk erről a szekciókról, milyen lesz. Nagyon tetszik ez a megnevezés, hogy birodalmakra osztjuk, és nem szekciókra. Valóban hihetetlen az a kincses bány, amit mi idehoztunk Budapestre, és azért szeretném azt még így elárulni gyorsan a nyitás előtt, hogy nem mindig ugyanazokat a tárgyakat fogják látni a látogatók. Tehát akik ott voltak Budapesten, és megnézték a kiállítást, más kiállított tárgyakkal és más-más szekciókkal is fognak itt találkozni, mint ahogy amikor majd megy tovább a jövőben, ott is egy picit mindig módosítani fogunk a kiállítás összetételén, és ennek köszönhetően például most a 60. kiállításba bele fog férni a Széchenyi, illetőleg a Batthyány alapítványoknak a támogatásával, segítségével, az a nemesi protokoll, arisztokráciai protokoll, ami azt gondolom, hogy kell, hogy része legyen egy magyar történeti kiállításnak, és hogyha már kincsekről beszélünk, és Sziszi császárnét is említetted, protokoll történeti kiállításról beszélünk, hiszen egészen a 19. századig nyúlik vissza az a gyűjtemény, amit mi most ide szállítottunk, és a mai napig, vagy a mai napokban keletkezett tárgyakat, vagy használt tárgyakat is rendelkezésre és kiállításra bocsátunk, ami talán könnyebben kapcsolódik az ember, hogy igen, ismerem ezt a hölgyet, urat, ezt a kormányzót, ha itt Schwarzeneggerről beszélünk, II. János pápa, Ferenc pápa, tehát, hogy olyan mai napokból származó gyűjtések is megtalálhatók, ami azt gondolom, hogy mindenki számára tud újat mutatni. A birodalmakra visszatekintve a protokoll szakterületeit próbáltuk úgy bemutatni, hogy valóban egy teljes komplex képet kapjon a néző és a látogató. Ennek megfelelően az állami protokoll, a diplomáciai, a katonai, a vallás és a sportprotokoll mellett mi megtalálhatók a vendéglátással kapcsolatos nagyon szép készletek, a királyi étkészlettől kezdve Kádár elvtársnak az étkészlete, nagyon szép menükártyák, említetted itt II. Erzsébet királynő által aláírt menükártyát a Gundelétteremből, az egy különlegesen értékes rész. Az állami protokollban Margaret Thatcher által például aláírt nagyon szép fotográfia található, Indira Gandhi által aláírt fotográfia, ha már hölgyprogram, és ez a következő birodalom, illetőleg a protokoll ajándékok az, ami még egy igazán látványos része a kiállításnak. Itt Budapest főváros, illetve azt gondolom, hogy 60 városának városdiplomatai által rendelkezésre bocsátott tárgyak lehetnek majd láthatók, amely számomra is egy új része lesz a kiállításnak. Hát ez a történet május 29-én kezdődik, hogy berendezzük ezt a kiállítást. És utána pedig az igazgató úrnál a labda, nálad Feri, hogy mi a hogyan tovább, emlegettük többször a felhőket, közben itt a ég meg is dörrent a műsor alatt, de nem ezekre a felhőkre gondolunk, hanem a járványügyre sajnos, de azért mi készülünk. Tehát május 29-én lesz ez a dátum, amikor elkezdődik a berendezés, és mi a terv, mi az elképzelés, hogyan tovább, megnyitó, látogatottság, stb. Igen. Nem csak én vagyok egyedül, sokan a város vezetéséből és intézményvezetők, akik és munkavállalók, akik nézik a híreket, próbálják az információt megszerezni, hogy mit szabad, mit nem a mindennapi életben, úgy egy intézmény életében is ez nagyon fontos. És egyelőre itt 60-ban tudomásom szerint, ahogy én tudom, ilyen csoportos, nagyobb rendezvényt zárt körben, például egy kiállítás megnyitó, vagy itt beszéltük a jó múltkorában, hogy leültünk, elég sok vendéget akarunk hívni a protokoll kiállításra, illetve érdeklődőket. Hát azért csak egy zárt térben van a kiállítás, tehát védettségezolvány, hagyd ne soroljam, ezt már valószínű mindenki betéve tudja.
Tehát ez ugye nehézségbe ütközik még most. Viszont bízunk benne, hogy a felhők elmennek, és tehát akkor június második felében tudunk kiállítás megnyitót rendezni, olyat, amit szeretnénk. Nyilván akkor is meg lesznek a szabályok, de reméljük, hogy oldottabb lesz ez. Kicsit nyílik az olló. Másabb lesz egy picit. De addig látogathatóvá tesszük a kiállítást. Tehát 29-én megépítjük, ilyenkor mindig kell hagyni néhány napot rá, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami még Budapestről be kell, hogy kerüljön. Feliratok, egyéb olyan apró részletek, és az természetesen, amikor úgy látják a szakemberek, és úgy látjuk mi is, hogy nyitható a kiállítás, akkor hát megnyitó nélkül, de látogatható, és az majd a múzeum honlapján, a Facebook oldalon lesz majd erről tájékoztatás, és a természetesen egy protokollkiállítás nem létezett megnyitó, sőt, ami érdekes, hogy nagyon ritka az, hogy utólag nyitják meg a kiállítást, most úgyis olyan időket, rendkívül időket élünk, ahogy mondhatnám, és így akkor később lesz megnyitó, és de bízunk benne, hogy jó úton halad ez az egész ügy, és előbb a birodalmakról is szó volt. Ennek a kiállításnak az lesz haptan kapcsán az apropója, hogy lesz még egy birodalom, a zöld szoba, ami 60 város protokollját fogja bemutatni az érdeklődőknek, egyben diplomáciát. Hát úgy, ahogy a mindennapi életben különféle területeken van diplomácia, van protokoll, minden, megvan a maga menete liturgiája, hogy lesz gyakorlatilag a 60 múltjában, sokan nem tudják, de egyházi protokoll létezett, hiszen amikor a Premontei rend ide költözött, rá gyakorlatilag egy nemzedéken belül egy európai körútra indult a rend főnöke. Hát 60, mondanám, felkerült az akkori középkori Európa egyházi térképére, nem csak azért, mert Premontrei rend itt megtelepült, hanem a nagyfőnök körbe járta, és eljutott Kelet-Európába, a barbárnak itt Kelet-Európába, és járt 60-ban is, tehát ha már ebben, és nyilván pontos, ez egy kódexben van benne, sajnos nincsen, a középkorról nincsenek úgy források, főleg itt Kelet-Európában azért minket sok mindenért, de feltételezhető, ha egy rendnek a főnöke itt járt Magyarországon, a királyi Magyarországon, és végiglátogatja az itt alapított rendházakat, akkor valószínűleg találkozhatott nem csak a rendházak kegyuraival, hanem akár magával a királyról. Ez időzőbe teszem, mert nem bizonyított. Tehát ott már akkor ott megismerte a rendfőnök, hogy milyen a magyar király udvarnak a protokollja. A rendfőnök egyben diplomata is, és nyilván a helyi premontrei erők segítségére sietett, illetve próbált lobbizni értük. És hát ez egy már nagy esemény lehetett akkor a rend életében, és úgy 60 életében is. És sorolhatnám azt, hogy a királyok útja itt ment Miskolc, Kassa, Lengyelország felé, tehát több királyunk is itt tartott pihenőt, megállt, nem egy megállónál itt, és erre már bizonyítékok is vannak, tehát források, itt oklevelet állított ki. Egy királyi udvartartásnak, hogyha útra kelt, mert a középkor, az Árpád korban a királyok járták az országot, és némi udvart vittek magukkal, annak is volt egy protokollja, fogadtak diplomatákat. Nincs róla adat, csak az oklevelekről, a levelezésről, de ha már megállt 60-ban és 60 csomópont, akkor elképzelhető, hogy volt olyan király, aki itt fogadott külországbeli diplomatát. Tehát ennek is meg volt a protokollja. Tehát tudom, most lehet, hogy belemagyarázásnak tűnik, de elég elgondolkodni ezeken a dolgokon. Tehát 60-nak van egy ilyen múltja, nyilván van más városoknak is, főleg az ilyen csomóponti városoknak. És hát sorolhatnám, ha ugrunk egy óriásit, sorolhatnám azt a város diplomáciát, városdiplomácia, és itt jön bele a jelen. Tehát a testvér, 60 külországi testvér településének is van egy kapcsolatrendszere. Hogyha ide jönnek a testvér települések vezetői, intézményvezetői, látogatói, akkor gyakorlatilag őket fogadni kell, és ezt mondjuk te Gábor ennek nagyon is tudott, hiszen van benne tapasztalata. Ez is egy protokoll szerint zajlik. Ha kimegy 60 vezetősége a testvér településre, legyen az Kézdivásárhely, vagy Olaszországban, vagy akár a finnországi testvértelepés, vagy Maastricht Hollandiában, annak is van egy hát oldottabb, lazább protokollja, de van. És megvannak a kapcsolatok, és ha úgy veszük, az is egy diplomácia, tehát tényleg van mit mutatni, és vannak
tárgyak, emlékek, a történelem régebbi korszakaiból, és hát most a legújabb korszakból is vannak erre példák, úgyhogy a zöld birodalomban, a 60 város protokollal valami hasonlót tervezünk. Hát úgy gondolom, jó lesz ez. Szép jó lesz ez, és a legjobb helyen vagyunk, én és, azt gondolom. És hogyha említettük, hogy ez ugye egyedülálló talán a világon is, és itt van a második állomás, akkor harmadik állomás, van már a következő van már a Tarsolyban, igen, jelentkező. Szolnok városa jelezte, hogy nagy örömmel fogadná, hogyha ők lehetnének a következők, illetve Kaposvár, ahova szeretnénk még vinni, hiszen az állami protokollnak talán a leglátványosabb és legértékesebb része azok az államfői kitüntetések, Kaposvári Múzeumból származnak, úgyhogy valószínűleg oda fog kerülni. Én azt gondolom, hogy még egy jó pár évig fogjuk az országot járni ezzel a kiállítással, és tényleg minden szegletbe el tud jutni, és el tudjuk juttatni ezt a gyönyörű szép tárgyat. Ugye van egy mondás a szervezetünkben, ennek az a szlogenje, ami... Nincs megállás. Nincs megállás. Ez ügyben is úgy látjuk, hogy akkor szépen halad ez a kiállítás. Én nagyon köszönöm, Niki, neked is, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete elnökeként elmondani, hogy hogyan tovább és mi a cél. Igazgató úr, neked is köszönöm, hogy elmondtad, köszönöm, hogy a múzeum hogy fogadja be és mit fog tenni. Akkor nagyon jó munkát kívánunk, köszönöm, ahhoz, szépen, hogy szépen berendezésre kerüljön. A kedves nézőknek pedig azt, hogy látogassanak majd el a múzeum falai közé is, figyeljék a híradásainkat, a hirdetéseinket, a weboldalunkat, a Facebook oldalunkat, ahol informáljuk Önöket erről. Köszönöm, hogy itt voltatok, Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép estét kívánok, vigyázzanak egymásra és önmagukra is, viszontlátásra!